A konferencia résztvevőit az aktuális kérdésekről, valamint a szakágazatot érintő jogszabályi változásokról tájékoztatták az előadók. A Bányavállalkozók Országos Egyesülete 1994-től szervezi a rendezvény sorozatot. Azért indult ez, akkor még nem volt internetes világ, és próbáltunk azt megvalósítani, hogy a bányavállalkozások és a hatóságok között legyen valamilyen kapcsolat, legyen valami beszélgetés. Ugye ez most már könnyebben megvalósítható, akkor ez nehezebb volt. Ismerjék meg a bányavállalkozók, a tervezők, a szakértők, a műszaki vezetők, a hatóságokat és a feladatokat. A Földművelésügyi Minisztérium most készíti elő azt az építési-bontási hulladékkal kapcsolatos jogszabályt, amely számos ponton kapcsolódik a bányászathoz. Kötelezettségeink vannak az Európai Unió irányában az építési-bontási hulladékokkal kapcsolatban, hiszen 2020-ra a keletkezett mennyiséghez viszonyított 70%-ot azt fel kell dolgozni, vagy hasznosítani kell, és hát úgy véljük, hogy partnerek lehetnek abban a bányászok, hogy mindkettőnk számára, mindkét ágazat számára előnyös szabályozás alakuljon ki, és hát egyrészt kíméljük a környezetünket is azzal, hogy az építések során mind több olyan hulladékot használunk fel, amely alkalmas arra, hogy beépítsük. A 20. bányászati szakigazgatási konferencián a 160 résztvevő 12 előadást hallhatott.